Magyarországon nagyon sok civil szervezet működik, de egy alapvető problémában küszködnek, hogy forráshiány van. Nyilván pályázatokon keresztül és támogatókon keresztül igyekeznek a civil szervezetek magukat fönntartani, illetve fejleszteni. Viszont nagyon fontos a fundraising, ami Magyarországon egy kevésbé ismert gyakorlat, egy tematika, aminek az a lényege, hogy a civil szervezeteknek ki kell dolgozniuk, vagy kidolgozhatják azt a stratégiát, amivel magukat a potenciális támogatók és partnerek előtt vonzóvá tehetik. Ez a képzés, amelyet Vas megyében civil szervezeteknek tartottunk, ez egy fundraising, tehát forrásteremtés képzés, igazából egy 2 órás rövid alapképzés, aminek a lényege az, hogy felvázoljuk és megértsük, hogy ez is szükséges minden alapítványnak, egyesületnek, civil szervezetnek, hogy legyen egyfajta elképzelése, egyfajta víziója arról, hogy miképpen kíván megnyerni potenciális támogatókat rövid távra, egyszeri akcióban, vagy éppen hosszú távra. Falvakban működő, hagyományőrző, kulturális egyesületek, alapítványok, karitatív szervezetek működnek Vas megyében, és ehhez kívántuk segítséget nyújtani. Maga a tematika az egy németországi, sőt egyházi modell, de valójában az alapelve, az alapelvek, illetve a metodika az univerzális, mégpedig abból indultunk ki, hogy miképpen közelíthetjük meg, hogyan tehetjük magunkat elfogadottá, hogyan tudjuk a munkánkat, a nagyon értékes munkánkat, mint civil szervezetek úgy megmutatni, hogy támogatókat nyerjünk, és erre milyen akciókat, milyen marketing tevékenységet, milyen kapcsolatépítő tevékenységet építhetünk ki. Azt mondják, hogy sok minden egyébnek, ugyanígy a úgynevezett támogatás szervezésnek, vagy adománygyűjtésnek is két etikai alapvetése van. Van egy arisztotelészi hagyomány, most nem fogunk visszamenni egészen a arisztotelészi filozófia mélységeig, csak említés szintjén, és van egy, ez egy úgynevezett kontextuális etika, és van egy úgynevezett univerzális etika, ez meg Kantból származható. Ugye Kant az egy hihetetlen szellemi befolyással bírt itt az elmúlt 200 évben Európában. Ugye az eredeti, az úgynevezett kontextuális, vagy régebbi, ez arról beszél, hogy minden szervezetnek megvan egy saját értékrendje. Tehát amikor létrehozunk egy alapítványt valamilyen cél érdekében, ez egy értékrend mentén, egy pozitív értékrend mentén jön létre, és lehetőleg a közügy érdekében szerveződik. Tehát valami olyan célt támogat, ami nem csak a benne résztvevőket, hanem szélesebb körben sokakat adott esetben érint. És vannak úgynevezett implicit belső elképzelések, és a lényeg az, hogy nem a hogyan, hanem hogy mit akarunk elérni. Ez az első kérdés. És mi a célunk? Erre alapítunk valamit, erre szervezkedünk, erre hozunk létre. Tehát az etikai kérdéseket alapvetően meghatározzák ezek a kontextusból eredő kérdések. A másik, az úgynevezett univerzális etika, ez pedig általános egyetemes etikai normáknak kell megfelelni, társadalmi elvárásoknak, az adománygyűjtés általános normáit, amihez mindenkinek magát tartania kell. És ez a kettő együtt igaz, tehát nem csak az egyik vagy a másik a meghatározó. Azért beszélek egy kicsit az etikáról, vagy az etoszról, mert hogy az önkéntes munkánál is van egy alapelv, hogy önkéntes munkát csak az vállal, aki alapvetően jó szándékú ember. Én úgy gondolom, hogy civil szervezet is olyanok hoznak létre alapvetően, akik jó szándékú emberek, mert ha olyan plusz kell beletenni, ha csak nem pénzmosásra használják, onnantól kezdve ezt a fetét is félrehozna a mi témánk, az nem a bűnözésnek a kategóriája. Tehát akkor őszintén emberek arra szerveződnek, hogy egy jó ügyet szolgáljanak, vagy egy intézményt támogassanak, vagy egy iskolát támogassanak, vagy éppen fogyatékkal élő embereknek az életét és a körülményeket javítsák, ez alapvetően mind-mind etikai alapon történik. És akkor most elvonatkozhatok én az egyháztól, vagy a kereszténységtől, hanem akár a polgári etosz alapján is, vagy filantrópiából kiindulva és így tovább. Ez a táblázat, ez valójában a Németországban a jó és etikus adománygyűjtés gyakorlatának 19 alapszabálya, amit egy konszenzus alapján fogadtak el valamikor a 2000-es években. Ugye nálunknál egy nyugatabbra fekvő országokban ez az egész civil kérdés, civil világ, főleg ott a kontinuitás volt, tehát nem volt egy kommunizmus,
hanem egyfajta kontinuitásban éltek ezek a szervezetek, alapítványok és itt és így tovább. Ott nagyon hamar például a pénzgyűjtés miatt hogy egységi szabályokat hoztak létre, ez a 19 alapelv, és ez a 19 alapelvhez, aki csatlakozik, az valójában bekerül egy regiszterbe, és az egyfajta bizalmitőkét jelent. Ez nagyon fontos a bizalom, erről sokat fogom beszélni, hogy egy civil szervezetnek nagyon bizalomgerjesztőnek kell lenni, főleg akkor, hogyha szeretnénk, hogy idegenek ezt, vagy távolabból érkezők ezt támogassák, hogy segítsék. Most én hosszasan lehetne erről beszélni, hogy mik vannak itt bennem, olvasható is, de egy-kettőt hagyj emeljek. Ugye a transzparencia. Ez megint a bizalom és a hitelességnek a kérdése. Divatos szó, valójában azt jelenti, hogy átláthatóság. Tehát amit teszünk, amit mondunk, az úgyis van. És nem eltakarjuk, meg nem fátyolom mögött, meg nem titkos szerveződésben vagyunk, hanem minden civil szervezet átlátható. Egyik oldalon átlátható, mert a törvények, a törvényi keretek között működik, ezt előírják, tehát nem lehet megkerülni. De a másik oldalon is, amit teszünk, nem hogy átlátható, nem hogy megengedjük, hogy benézzenek az ablakunkon, mint az angolszászoknál vagy hollandoknál, ugye? Csak a nappaliban lehet ezt benézni, ez más kérdés. Hanem mi magunk mutatjuk meg. És ez a lényeg az egésznek, hogy amit teszünk, azt szeretnénk megmutatni, nem is csak azért, mert ez át a támogatókra vár, hanem azért, mert nagyon fontos az, hogy láthatóvá tegyük azt, amit teszünk. Mert különben nem hatunk, mert szeretném has, halkos, gyarapos. Tehát minden polgári kezdeményezésnek, minden önkéntes munkának ez a lényege, hogy hassunk a társadalomra, jobbá tegyük, alkossunk, a Kölcsey Györgyön fogalmazta ezt meg, és gyarapítsunk is. Tehát a kezünkből, ami kikerül, az lehet, hogy egy picivel jobb legyen. Ugye a fairness, ami a tisztesség és játék szabályokra utal, a szabad döntésjoga. Tehát amikor egy fundraiser, egy adománygyűjtő, önkéntes, megkeres valakit, egy potenciális adományozót, akkor mindig fenn kell tartani a szabad döntésnek a jogát. Vagyis nem zsarolási alapon kérjük adományt, nem valamihez kötjük, ugye, hogy na jó, kérnek tőlem valamit, rendben van, de akkor kéne azért támogatni ezt meg azt meg azt. Van ilyen, tehát amiket itt mondani fogok, azért életszerű tétesenség, de az alapelvekben mégis az van, hogy a szabad döntését adjuk meg, mert ha valaki abban a helyzetben kényszerítünk, hogy ő vagy nem kap, ugye, akkor már gyakorlatilag sérül az az etikai alapelv, amivel az előbb kezdtem. A privát szférának a tisztelete. Az adománykérő levelek, a telefonos megkeresések, mi magunk is átéljük gyakran, sokszor tolakodóak. A privát szférára nincsenek tekintettel, vagy az interneten érkező különböző adománykérő... Magyarországon is volt egy idő, amikor voltak ilyen adománykérő emberek az utcai adománygyűjtésről, majd lesz szó, és szinte már tolakodva lépnek oda, és próbálják nekünk elmondani, hogy miért támogassuk ezt vagy azt. Egyébként lehet, hogy jó célt, de mégis rossz érzést kell tenni. Mert nincs meg a szabadságunk, és az intim szféránknak, az intim szféránk sérül. Ugye nagyon fontos, és erről is lesz szó, az adatvédelem kérdése, hogyha valaki ad, és ezért adja hozzá az adatait is, tehát nem anonim módon adakozik, hanem adja az adatait, akkor azt elvárja tőlem, mint aki összegyűjtem az adományát, hogy az ő adatait ne egyáltalán ez ragaszkodik, vagy csak olyan mértékben tegyen nyilvánossá, amennyiben ő ezzel egyetért.